Jó ízűen kóstolgatták az Vonkó Bogdán pincészet borait a turisztikai újságírók Palicson. A turisztikai újságírók és írók nemzetközi szövetsége tagjai Európa számos országából, valamint Izraelből és Bahreinből érkeztek, hogy megtekintsék a vajdasági látványosságokat. Vojvodina je za nas vrlo bliska i ja sam stvarno radosna da sve vidimo ovde i da se razvija turizam. To je vrlo bitno, mislim i za ekonomiju i stvarno je dobro da ima puno ovde agroturizma, da ima dobro vino i to je mislim da vrlo bitno. Az újságírók úgy vélik, ennek a térségnek minden adottsága megvan ahhoz, hogy a turizmus még magasabb szintre emelkedjen a közeljövőben. Turizam je ovdje zaista nešto što treba iskoristiti i mi vjerujemo da će rasti dolazak broja gostiju. A szakértők két nap alatt Bácska, Bánát és Szeremség nevezetességeit is megtekintették. A vendégeket Miroslav Vasin tartományi gazdasági titkár fogadta. Siguran sam da bolji ambasadori turizma ne postoje od njih. Svako od njih ako ode sa pozitivnim emocijama odavde će o tome pričati, a kada oni tome pričaju i pišu, onda nemate bolji način promocije turizma jednog regiona kao što je Vojvodina ili turizma jedne države kao što je Srbija. Tavaly Szabadkán több mint 60 ezer, Palicson pedig csak nem 30 ezer vendégéjszakát jegyeztek fel. Az elmúlt két évben 30%-os növekedést tapasztaltak az idegenforgalom terén Szabadkán. Az illetékesek azt remélik, a turisztikai újságírócsoport látogatásának köszönhetően tovább emelkedik majd a látogatók száma Észak-Vajdaságban.